Sziasztok, és üdvözlök benneteket újra a csatornámon. Egyébként mindig érzem szükségességét annak, hogy elmondjam, hogy mi a kamerás szituáció, pedig valószínűleg senkit nem érdekel, és lehet, hogy nem is vennétek észre a különbséget, mert ha múltkor nem szóltam volna, hogy különbség van, szerintem tuti nem vette volna észre senki, csak én látom ezeket a hát színbeli különbségeket, háttérbeli különbségeket, elmosódási különbségeket, mert hogy most is egy másik kamerába veszem fel ezt a videót, ez most a vlog kamerám, ami egyébként ugyanolyan jó minőségű videófelvételt készít, mint mondjuk a másik, de mégis van különbség, és szerintem ezt csak az látja, aki benne van, és aki hát úgymond ezzel foglalkozik, és én látom most is a különbséget, de szerintem nektek amúgy tetszeni fog, mert egy, élesebb a kép, kettő, sötétebb vagyok, három, szerintem picit, nem is tudom, ilyen reálisabb képet nyújt, pont azért, mert hogy ez a vlog kamera. Lényeg a lényeg, ma egy aktuális, kedvences videót fogunk leforgatni. Igazából rég volt szerintem ilyen videó, ami olyan old school YouTube-os kicsit nekem, tehát ugye a régi YouTube-os, hát hogy is mondjam, periódusa vagy időszakra emlékeztet engem. Úgyhogy ezt szeretném nektek ma leforgatni, összegyűjtöttem pár olyan terméket, és itt nem csak beauty-s termékekre gondolok, tehát összegyűjtöttem pár kedvencemet végül is, amikről beszélni szeretnék ma nektek, és mondom, nem csak beauty lesz, tehát lesz itt ruha, táska, mi van még itt? Mindenféle. Szóval a kedvencekről lesz szó a mai videóban, remélem tetszeni fog, és vágjunk bele. Közben eszembe jutott, hogy az egyik kedvencemet nem hoztam ki a zuhanyzóból, de nem sokára kihozom. Hozzam ki most, vagy hozzam ki később. Kezdjük a beauty, illetve a hajápolási termékekkel, úgy gondolom, és akkor meg szépen lassan haladunk a többire át. Tehát, beauty, csak egy pár olyan dolgot gyűjtöttem össze, ami szerintem mostanában így nem volt a csatornámon, vagy nem emeltem ki, mint kedvencek, mert ugye a L'Oréal True Match-et már tudjátok, hogy a kedvencem, tehát nagyon sok ilyen alapdarab van, amire azt gondolom, hogy így már kitértem a videók során, de például ezekről még szerintem nem volt szó, és viszonylag új felfedezések, de már azért egy ideje használom őket. Az első dolog, amiről szeretnék beszélni nektek, ez a Zoeva kis paletta. A Voyager az a neve, ez egy kis kollekció volt, amit megkaptam tőlük, és nagyon-nagyon örültem neki. Alapvetően örülök a miniatűr dolgoknak, mert szerintem nagyon szépek és hasznosak. Tehát ez igazából az egyik nagyon nagy előnye ennek a mini kis palettának. Látjátok, mennyire aranyos? Hogy nagyon-nagyon hasznos, olyan szempontból is praktikus, olyan szempontból, hogy kicsi, mégis benne van 6 olyan szín, amit én nagyon-nagyon szeretek, és amivel boldogulni tudok, ha egy nappali, ha egy esti sminket szeretnék elkészíteni, és ugye azért nagyon jó, mert belefér tényleg a neszeszerembe, nagyon jól belefér, tehát nagyon sok helyet tudok vele spórolni, nem akarok magammal vinni, hogyha utazok egy óriási palettát, mert egyszerűen nincs rá szükségem. Úgyhogy ezzel tökéletesen meg tudok oldani mindent, és én 3 ilyen kis palettát kaptam a Zoevától, ez az egyik, ami egyébként a kedvencem is. Ennek az a neve, hogy Coco Blend, igen, a Coco Blendnek a kis változata végül is, mert ebből nagy paletta is van, hogyha esetleg érdekel valakit. A Zoeváról már nagyon-nagyon sokszor beszéltem nektek, igazából az egyik kedvenc sminkmárkám. Ecsetekben is nagyon-nagyon erősek, illetve ugye természetesen ilyen szemhéjfestékekben is, meg hát van nekik egyébként highlighter, piros bronzosító, minden, de azért szeretem őket nagyon, mert egyébként egy európai márkáról van szó, azt hiszem, igen, jól tudom, Németországban vannak ezek a termékek gyártva, tehát sokkal könnyebben megy a rendelés, a fizetés, a szállítás, minden igazából, úgyhogy én Zoevát ajánlom nektek, és ez mostanában nagy kedvencem. Egy púder a következő termék, amiről beszélni szeretnék nektek, ez a L'Oréal Infallible Puder Powder Foundation, tehát púder alapozó végül is, nevezhetjük így. Közben rájöttem, hogy van benne tükör is, ezt eddig nem igazán vettem észre, és egy kis szivacs, amit nem feltétlenül használok, bár szerintem arra, amire én használom, nem lehet rossz. Ezt a púdert én nagyon-nagyon szeretem. Egyébként problémáim akadtak azzal, hogy egy eléggé világos púdert találjak, ami jó a korrektornak a fixálására. Tehát én szeretem a korrektoromat mindenféleképpen lefixálni, és ahhoz nekem egy világosabb púder szükséges. Nem annyira szeretem a transzparens púdereket sem, világos kell nekem, picit világosabb kell nekem legyen ahhoz, hogy ez megfeleljen a korrektorom lefixálására, ezt kihangsúlyoznám, és ez tökéletes. Ez egyébként a
123 Warm Vanilla árnyalat, és elég világos ahhoz, amire ugye nekem kell, illetve nagyon-nagyon szépen fed, és nem csomósodik, nem túrósodik, tudjátok milyen az, nem lesz csúnya egy a nap végére, úgyhogy én ezzel nagyon-nagyon meg vagyok elégedve. Nem egy olcsó termék, azt azért hozzátenném, de elég sokáig tart, és mondom, a minősége szerintem kárpótol, mert nagyon-nagyon sok olcsó világos púdert vásároltam már, de egyszerűen nem voltak jók. De ez tényleg megfelelt, úgyhogy ezt ajánlom nektek egyébként, nem csak korrektor fixálására tökéletes, hanem az egész arcunk fixálására, puderezésére is. Sokan szoktátok kérdezni, hogy mit használok a szemöldökömre. Közben nem tudom, elég világosak vagyunk? Tehát sokan szoktátok kérdezni azt, hogy mit használok a szemöldökömre. Nagyon sokáig az Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade-ét használtam, ami ugye egy krémes termék. Nagyon-nagyon szeretem, de egyébként már kicsit világosnak látom a blond árnyalatot, tehát nem elég karakteres tőle a szemöldököm, és mostanában szeretem, ha picit jobban látszik, azért is, mert a hajam is világ sötétebb, akarok mondani mostanában, úgyhogy át kellett érnem egy kicsit sötétebb árnyalatokra, illetve azt is be kell, hogy valljam, hogy a pomédel, ugye, mivel egy krémes termék, azért kicsit hosszadalmasabb a szemöldökünk megformálása, vagy megformázása, viszont ceruzával mindig nagyon-nagyon egyszerű, és én most ezt a kettőt használom, és ezt is ajánlom nektek nagyon-nagyon-nagyon, mert tényleg szuper termékek. A NYX-nek a Precision Brow Pencil termékéről van szó, így néznek ki egyébként. Végül is ezek, hát, hogy is mondjam, ceruzák, mert olyan az állaga, mintha ceruza lenne, viszont, mint látjátok, nem kell hegyezni, hanem csak ki kell csavarni a terméket, és akkor már használhatjuk is. Tehát szeretek egy sötétebb, illetve egy világosabb árnyalatot használni a szemöldökömre, a világosabbal kezdek természetesen, és akkor a sötétebb árnyalatra váltok, amikor már a szemöldököm második felét, vagy a végét definiálom, szerintem az úgy szép és nagyon jól mutat, de igazából, ha választanom kellene, akkor hát mind a kettővel meg tudnám rajzolni a szemöldökömet komplette, tehát nem muszáj kettőre felbontani. Ha egy picit több időm van, akkor szeretem így váltani őket, de ha sietek, akkor simán csak az egyik is jó erre az egészre. Nagyon könnyű vele dolgozni, nagyon pigmentáltak ezek a termékek, de nem túl puhák, tudjátok, az is nagyon fontos, ne legyen túl puha a szemöldök ceruza, mert akkor azzal nem tudunk dolgozni. Nagyon tényleg precízen lehet ezekkel vonalakat húzni, úgyhogy nagyon-nagyon ajánlom nektek ezeket a termékeket. Én már szerintem, hát, a harmadik ilyen kombináció megyek túl, vagy megyek át, vagy a harmadik ilyen kombinációt használom el, úgyhogy ezek nagyon jók szemöldökre. Következő termékünk egy korrektor, MARC. Korrektor ugye az Avon márkájáról van szó. Értitek? És ez nem más, mint a Nude Matte Cream Concealer. Lehet, hogy erről már volt szó videómban, kedvences videómban biztos, hogy nem. Mostanában nagyon rákaptam erre a korrektorra, mert nagyon-nagyon jól fed. És ezt tényleg komolyan mondom. Ez itt a Fair. Igen, árnyalat. Elég világos egyébként ez a szín, de tényleg egy matt hatást nyújt, és tényleg nagyon-nagyon szépen fed. Jól el lehet dolgozni, nem csomósodik össze a szemem alatt. Tehát tényleg az, amire szükségem van, amikor egy korrektorról beszélünk, ez egy folyékony, krémes korrektor, tehát igen, cream concealer, igen, nagyon jó krémes. Úgyhogy én ezt ajánlom figyelmetekbe, ha jó korrektort kerestek, ami full coverage, akkor ez biztos, hogy tetszeni fog nektek. Most egy, mi ez? Tus következik, kérem szépen. Ez a NYX-nek a That's the Point tusa, és hát el kell, hogy mondjam, hogy tényleg nagyon jó. Nagyon sok mindenkitől hallottam már, hogy imádják ezt a tust, és hogy a legjobb. Be kell, hogy valljam azt, hogy tényleg nagyon-nagyon szuper. Ezzel húztam most ki a szememet. Az a helyzet, hogy nagyon precízen lehet vele dolgozni, ami szerintem nagyon fontos, hogyha egy tusról van szó. A második nagyon-nagyon fontos dolog az az, hogy nagyon fekete, és ez nagyon fekete. A harmadik nagyon-nagyon fontos dolog pedig az, hogy jöjjön belőle a cucc, és ne kelljen vele ott bénázni. Tudjátok, milyen az, amikor húzod, és csak nem fest, nem jön, rázod, még nem jön. Na hát ebből jön, kérem szépen, ahogy húzod, ebből úgy jön, és nagyon könnyű ezért hát vele dolgozni. Úgyhogy én ezt ajánlom nektek, nem tudom pontosan, hogy mennyibe kerül, de a NYX-et ismerve nem lesz egy vagyon, és hát ez a Hella Fine árnyalat, gondolom a fekete árnyalata, és that's the point. Igen. Mennyire kis humoros az elnevezés.
de tényleg ajánlom, mert nagyon-nagyon jó. Ez a Rituals-nek a Sensational Foaming Shower Gel terméke, Organic Rice Milk and Cherry Blossom. Elmondanám nektek azt, hogy én még ilyen típusú terméket nem igazán használtam, olyan, mint egy borotva hab. Annyira meglepődtem, mikor először használtam, mert nem voltam még úgymond hozzászokva ehhez az állaghoz, tehát kinyomod a kezedbe is, és aztán így elkezd habosodni az egész, olyan, mint egy borotva habot kennél a testedre, de nagyon kellemes az illata, az elképesztően jó, tehát nem tudom elmondani, mennyire jó ennek az illata. A Rituals amúgy is szerintem egy nagyon-nagyon jó márka, bár sok termékem nem volt még tőlük, de ezt születésnapomra kaptam egyébként Tünde barátnőmtől, és azóta használom, és nagyon-nagyon szeretem, és szerettem volna nektek erről beszámolni, mert lehet, hogy még nem találkoztatok ti sem ilyesmivel. Mondom, ez pont olyan, mint egy borotva hab. De nagyon vagány, komolyan próbáljátok ki, ha van rá alkalmatok. Na hát, drágáim, következzen egy rendhagyó pillanat, hiszen akárhányszor kérdeztétek tőlem eddig így a YouTube pályafutásom alatt, hogy mi a kedvenc samponom, nem igazán tudtam erre választ adni nektek, hiszen mindig azt használtam, ami éppen a kád célén volt, sokszor használtam Sajoszt, anyáik azt szeretik, de úgy tényleg úgy amiket kaptam PR csomagokban, mindent elhasználtam, sosem voltam olyan, aki ragaszkodik egyetlen egy samponhoz, úgy igazából mindegy volt, hogy milyet használok, szerettem. Viszont most jött az életembe egy olyan sampon, ami egyszerűen úgy érzem, hogy megváltoztatta ezt a dolgot, hiszen mindig ezt szeretném használni. Tehát azt tudni kell, hogy nálunk kettő fürdőszoba van, kettő hajmosási lehetőséggel, tehát vagy zuhanyzóban mosol hajat, vagy behajolsz a kádba, és úgy mosod a hajat a másik fürdőszobában. Ugye ez egyértelmű mindenki számára. Mind a kettő módszert alkalmazni szoktam természetesen, mikor mi az igény, de képzeljétek, hogyha például a zuhanyzóban szeretnék hajat mosni, de ez a sampon a kádnál van, akkor hajlandó vagyok megtenni azt a plusz pár lépést azért, hogy a kádtól ezt a hajcsampont elhozzam a zuhanyzóba. Tehát ez már jelent valamit. De végre akkor elmondom, miről van szó. Erről van szó, és egy csöbb sincs már benne, tehát én elhasználtam az egészet. Ez a Redkennek a Beach Envy Volume Texturizing Shampoo-ja. Nem tudom megmagyarázni, hogy mit szeretek annyira benne, ne is kérdezzétek, nincs rá egyszerűen magyarázat. Valamiért szeretem a hajamat utána. Tényleg, egyszerűen olyan állaga lesz tőle, meg úgy olyan friss, olyan imádom az illatát is. Tehát, nem tudom elmagyarázni, hogy mi a helyzet, de egyszerűen ez a sampon nálam a csúcs. Nem tudom, honnan fogom megvenni, mert ezt kaptam természetesen egy NYX-es csomagban, ha jól emlékszem. És igen, ezt a NYX Face Awards után kaptam, azt hiszem, tehát ott a helyszínen. És nem tudom, hogy honnan fogom megvenni, ha esetleg találkoztatok már vele, akkor írjátok meg, hogy hol kapható ez a sampon, mert én szeretnék egy másodikat ebből. Oké, következik egy deó típus. Nem tudom, hogy erről volt már szó, de egyszerűen annyira rég használom már ezt a deót, és annyira szeretem, meg szeretjük így az egész családdal, hogy úgy gondoltam, hogy szeretnék erről nektek beszámolni, vagy hát egy tippet adni, hát ha ti is be tudjátok szeretni, és hát ha ti is meg tudjátok szeretni. Ez a Dove Original egy deója, ami ilyen nagyon érdekes, szerintem Magyarországon lehet, nem is lehet kapni. Mert ezt képzeljétek, anya olaszból vásárolja mindig, ugye olaszba járunk áruért, és onnan szoktuk hozni. És úgy tudom, hogy Magyarországon nem is nagyon lehet kapni, úgyhogy lehet, hogy ezzel csak rosszabbat teszek, mert csak felkeltem az érdeklődéseteket, és végül nem tudjátok megvásárolni, nem vagyok benne biztos. De ez egy ilyen spréjelős Dove deó, ami olyan, mintha vizet spréjelnél a hónod alá, amit szerintem sokan nem szeretnek, mert olyan furcsa érzés elsőre, csepeg is, ha épp úgy van, de nagyon hamar megszárad, és aztán tényleg nagyon-nagyon jól véd, és egyáltalán nem ragad. Tehát itt jön ki az előnye annak, hogy ez ilyen vízállagú. Ezzel nem leszel büdi, biztosíthatlak, mi ezt nagyon szeretjük, és szerintem évek óta csak ezt a deót használjuk. Úgyhogy én ezt ajánlom nektek. Azt írja, hogy 24 hours, ami szerintem igaz is. Di crema, idratante, olaszul ír rajta, mert ugye olaszból van. Ennyit erről. Most, hogy így közeledik a suli, gondoltam bemutatok nektek pár ilyen
kicsit back to school-os dolgot, amit nagyon-nagyon szeretek, és úgy gondolom, hogy tényleg kedvencek, design szempontjából természetesen. Ezeket képzeljétek, az Oceanból vásároltam, vagy hát én ezt küldtem el, hogy vásárolja nekem meg őket, mert itt nálunk nincs, de Bukarestben van, és ő ott megvette őket. Ezek ilyen kis kaktuszos dolgok. Nem tudom, hogy elérhető még így ez a... Mi ez? Ez a... Mi kell ezt mondani? Nem tudom, hogy ezek esetleg elérhetőek-e még a boltban, az Oceanben, de hát nyár elején szerintem akkor szereztem be őket. Ez egy ilyen kis, hát kaktuszos, egyszerű kis füzetke, szerintem nagyon aranyos. Van ilyen kis sticky notes, ami ez is kaktuszos, szerintem annyira cuki, hogy majd megeszem. És akkor van egy ilyen kaktuszos, Jézusom, majd levágta a fülemet. Van egy ilyen kaktuszos kis mappa is. Egyébként sokkal több minden volt akkor a boltban, így ebből a range-ből, de ezeket vásároltattam megint ezzel, úgyhogy szerintem ezek annyira aranyosak, és meg szerettem volna neked őket mutatni. Jó, kettő, hát ilyen fashion kedvenc következik, az egyik ez a táska, amit a Stradivariusból vásároltam. El kell mondjam nektek azt, hogy már nagyon rég szerettem volna egy ilyen belt baget, ugye ez az, amit így a derekunkra teszünk fel, tehát nem pánt, nem izé, hanem nagyon kényelmes, ez az egyik dolog. Annyira kényelmes, hogy ott van a derekhamon, és nem csünk sehol, hogy el nem tudom mondani, praktikus, mert csak gyorsan belenyúlok, nem kell vele foglalkozni, nem kell levenni a hátamról, ugye, és mégis nagyon sok minden belefér, fesztiválon életmentő volt tényleg. Szeretnék még több fajtát, több színben. A télen is el tudom képzelni, tehát jó egy fesztiválra nagyon-nagyon jó, de úgy gondolom, hogy még télen is jó lehet, miért ne lehetne kabátra is, akár egy vékonyabb őszi kabátra is, szerintem nagyon-nagyon jól mutat felcsatolva. Ugye, itt a kis csatja. Úgyhogy ne féljetek ettől a modelltől, ha esetleg így voltak ezzel kapcsolatban kételjeitek, mert szerintem nagyon jól néz ki, nagyon divatos, nagyon praktikus tényleg, úgyhogy én ezt imádom. Utolsó kedvenc, ez a Ruci. Ezt egyébként láthatátok már az Instámon, és sokan kérdeztétek, hogy honnan van ez Starshiners-es ruha, és Inez rendelte magának, de annyira megtetszett nekem, hogy megkértem, hogy hagyja nekem itthon legalább így a nyár végére. Annyira kényelmes, nem néz ki elsőre szerintem annyira jónak, vagy nem tudom. Kicsit olyan fura, hogy ennyire bő, olyan kismamás, de nekem ezek nagyon-nagyon tetszenek, és mégis szerintem öltöztet, azért, mert így fel kell gombolni egész fel ugye a nyakát, kicsit olyan ink hatása van, a rózsaszínek kombinálva szerintem nagyon szép ez a fehér, és igazi nyári, kényelmes, kellemes, és nem tudom, komfortos ruha, amit én nagyon szeretek, úgyhogy köszönöm szépen Ineznek is ezúton, hogy itthon hagyta nekem, és hordhatom. Csak beszerettem volna nektek mutatni, mint aktuális nyári kedvenc ruhámat, úgyhogy Starshiners, de ha megtalálom pont ezt a darabot, akkor le fogom nektek linkelni majd az infoboxba. Na hát ennyi lett volna már ez a kedvences videó, picit lazább, picit beszélgetős, de tényleg ezek őszinte gondolatok, és nagyon meleg szívvel ajánlom ezeket a termékeket nektek. Úgyhogy szerettem volna pár kedvencemről most így nektek dumcsizni. Remélem, hogy tetszett a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. És egyébként a sminksulit szeretném folytatni. Elég régen volt már rész, úgyhogy most szerintem az fog következni valamikor a közeljövőben. Remélem várjátok. Írjátok meg nekem, hogy nektek mi az aktuális kedvenc terméketek, hogyha van ilyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velem, és találkozunk legközelebb. Addig is sok muszi. Sziasztok!